Nagyon kellemes szombat estét kívánok mindenkinek. Hello, hello, hello. Mi a helyzet, hogy vagytok? Hát ismételten egy kánikulai nap után vagyunk így a nap végén, és a szokásos idővel ellentétben hirtelen felindulásból, örömömben, és annak, hát hogy is mondjam, a margóján jön a stream, hogy megérkezett a kód, amit ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönök a magyarországi kiadónak, hogy kipróbálhatjuk és nyomhatjuk az F1 22-t, mert hogy ez a hivatalos neve, nem pedig F1 2022. Szóval F1 22, ugye tavalyi évben is volt szerencsénk játszani a játékkal, idén is lehetőséget kaptam, és hát a megjelenés tegnap volt ugyan, de hát most érkezett meg a kód, ami jobb később, mint soha. A lényeg, hogy itt van, és pergetjük neki, megnézzük, hogy idén milyen irgalmatlan, nem létező éveken tudok kormány helyett kontrollerrel végigmenni. Szép estét mindenkinek, szia Wardam, Creative from Nixin, Dorka, Yamina, XD-ben, Lord Fairy, Bottészer, üdv mindenkinek. Mi a helyzet? Mi a helyzet? Hogy vagytok? Konkrétan 5 perc ébredtem föl, nagyon hulla vagyok, szóval kávéval itt ébredezek. Hát jó reggelt kívánunk, Nixi. Totálisan át tudom érezni. Én a időmérő előtt, vagy közben az első etapról lemaradtam. Ugye mai nap volt, majd megy a British GP, úgyhogy Angliában nagyban, valóságban autóversenyeznek ezek a fiatalok, és most volt az időmérő, ami amúgy nagyon izgalmasnak sikeredett, úgyhogy meglátjuk, hogy én ma milyen izgalmakkal tudok szolgálni ezek után itt a Forma 1-es játékban. Hát nagy valószínűséggel nem sokkal, mert hogy hát meg kell majd szokni itt a dolgokat. Javad Kender, üdv mindenkinek. Itt nincs olyan meleg, szóval kint ülök, és nézem, ahogy a kis cicák játszanak. Wow! Szia Krista, szép estét neked is. Tegnap este volt egy kis kikapcsolódás nálam, ami azért nagyon vicces volt, mert ugye, aki így figyelte, hogy milyen időjárás volt a tegnapi nap folyamán, az tudja, hogy hát nehéz volt nem észrevenni, hogy rohadt meleg volt, és napok óta nem mozdult semmi. Na mikor jött szerintetek a viharos szél? Na mikor? Amikor megérkezünk, leültünk kintre a kültérre, abban a pillanatban, úgyhogy hát elképesztő volt, de tényleg így néztem, hogy na, hát most vagy a bolygó, vagy mi, vagy mindenki. Tehát Dorothy az így, itt Kansas, vagy nem tudom hova fogunk menni, de valami repülni fog, az biztos. Kapcsolomban a Series X-et mellette nézem, hallgatom a streamet, na jó játékot neked is, XD-ber. Nyomjad, pergessen, peregjem. Itt most délután volt egy fél órás kis zuhé dörgéssel, de csak párásabb lett tőle a levegő, gondolom nehezebb most akkor lélegezni, és fülettebb lett az idő, ilyenkor ez a legrosszabb amúgy. Tehát akkor inkább ne esett volna, ha nem esik annyit, hogy lehűtse az időt, akkor inkább ne is esett volna. Szóval kapcsolom vissza a klímát, mert beérhatatlan. Igen, megértem. Hát itt sincsen hideg, a kis R2D2 ventilátor azért fúj rám valamit, ilyen ez. Tehát, hogy ha valaki megkérsz, hogy csinálj egy ilyet, hogy ezt érzem jelenleg, miközben a hátam mögött, abból a csodából. Mondjuk amúgy a PS-ből nem olyan nagyon durva meleg jön, mint az Xbox-ból, amúgy ez nagyon durva info, de abból a csodából azért ilyen 70 fok az így, hát jön ki, szóval vagy valami hasonló. Most videókártya 55, a másik nem tudom, na mindegy, szóval pörög rendesen a gép. Nálunk éjszaka volt, szóval nehézkes volt az elalvás. Igen, itt is éjszaka azért tényleg nagy szél volt, de legalább mozgott egy kicsit a levegő, úgyhogy lehetett pihenni. Hölgyek, urak! Én nem húzom tovább itt a klímával és az időjárással kapcsolatos történetekkel az időt. Nem indítottam el a játékot, tehát konkrétan annyira friss, hogy most lett kész a telepítés. Peregjen az úgynevezett F1 22. Sá-lá-lá-lá-lá-lá. Fliss és lopogós. Na menjen. Hú, azt jól lehetett körbevágni amúgy ott a Leclercnek a haját. Csak mondom. EA Sports. It's in the game. Pam, pam, pam. Ott nyomja. Zsum, nagyon jó. Bocsánat, elnyomtam. Jaj. Igen, itt lesz elvileg a hivatalos info, vagy intro, azt mindenféleképpen le kell nyomni, mert hogy nem hogy a világból, de hogy még abból is kitiltanak, ami világ közeli.
ezt, nem az, jó, oké, ezt én elfogadom, most nem mondod, hogy ezt végig kell olvasni. Mindenki olvassa, vissza fogom kérdezni. Épp a Miles Morales newsod helyes, az jó játék. Elfogadva. Jó, nagyon jó. Közben nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a követést, aki rátenyerelte erre a csodálatos szívecske gombrait off-stream, on-stream és satöbbi. Azt ugye, hogy állítsad be a világosságot. Nagyon jó. Itt szerintem jó lesz, kösz. Igen? Szubtitles jöhet. Angolul, voice chat. Milyen voice chat? Normális? Vagy nincsenek barátaim? Kivel beszélgessen? Allows you to specify the incoming voice chat volume. Jó. Mono mix, no. Colorblindod, nem. Jó, continue. Jaj, várj, itt nem leszek majd jó helyen. Majd beállítom, hogy hova tegyük a kamerát, mert fogalmam sincs, hogy mit hova. Igen. Communication with online services. Hello. Hát ez az én garázsomban van ez az autó. Halló? Meg ez is. Of Formula One. Your own personalized space where you can customize the appearance of your location. Watch replays and customize your driver avatar. Ez azt hiszem az idejében egy ilyen újítás, hogy ilyen egyéni space van, amit ki lehet alakítani. Úgyhogy, ja. From here you can view the supercars in your collection. Visit the virtual showroom. Jaj, várjatok. Hallom, hogy mi lesz a probléma. Jó, oké, hallod, te is hallod a problémát, kicsit lehalkítom, szóval a háttérben copyrightos zene szól, azt majd ki kell mindjárt cserélnünk a team muzsikára. Azt mondja, hogy driver, avatar location, igen, visitors, látogassál meg, légy szíves, közben Vexor, hát hello, és nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100-as csírt, micsoda beköszönés, abban a pillanatban itt a fényeket beindítottad. Jó estét neked is. Supercars, igen, I have supercars. Unlocking supercars, direkt van lehalkítva, mindjárt lesz jobban hangerő, nem hiszem, hogy bármit is hallotok, azért is pofázok folyamatosan, hogy még véletlen se. Jó, ki kell választani? Hát gyerekek, hát most azért mégiscsak. Jó, tehát, hogy autót válasszunk, ne ilyen matchboxokat. Az, de piros. Piros, ha nem pirosat választok, egy konkrétan kikapok itt mindenkitől. Tehát, hogy yes, abban a pillanatban. Tökéletesen úgy néz ki, mint ami lent van a garázsban, úgyhogy megyünk is tovább. Az avatáromat is ki kell választani, Communication Online Services, nagyon jó. Mielőtt az avatáromat kiválasztanám, azt mondja, hogy nem Kerill, nem Solo, nem Player Hub, de Player Hub? Brand Shop? Igen, nagyon jól látom, hogy hol van a beállítás. Home? Game Options, yes, this one. Setting, olyan casuális vagyok, mint az Atom. Igen, és akkor EA Music. I don't want EA Music. Nem soundtrack, team. Azaz, gyere vissza. Gyere rám, zene. Itt konkrétan, hogy teljesen néma csönd és hullaszag. Ez. Na várjál már. Hát utoljára ilyen epikus zene, amikor az Avengers-ekkel találkoztunk, akkor volt. Na, nyugi. Viselkedjél, légy szíves. Szóval. Van ebbe streamer mód? Igen, ezt állítottuk most be. Az egy grafikai settings. Azt mondja, hogy motion blur. Hát hülye vagy? Így is már, ez nem látok semmit. Nehogy már még. A quality vagy performance? Legyen. Hát miért a kettő között? Azt mondja, hogy haza race style. Igen, tehát, hogy legyen performance. Krea, melyiket javaslod? Ha, micsoda epikus zene. Nehogy úgy ilyen, mint a Query-vel a streamerek nagy része, de az bug volt, Zodi, az meg amúgy is whatsoever. HDR nincs, steering animation on, yes. Warning. Performance mode has been enabled, but no compatible hardware compatible to refresh rates greater than 60. Ó! Á, értem. Tehát, hogy a performance az 60 fölé viszi. Oké. Nekem azt hiszem performance módon van, de mindjárt megnézem. Na most várjál, mivel
akkor a quality is már 60, mert az előző részben az nem annyit ment. Tehát akkor a quality is már 60 Hz-en megy, vagy igen, 60 körül megy, gondolom, és a performance meg a 120-ra menne föl, csak ugye ez a monitor nem tud annyit, csak 60-at. Ez jó tudni. Oké, okay, nice. Na, on-screen display. Most ilyen beállítások lesznek. Kilométer per órát szeretnénk látni, minimapot szeretnénk látni. Virtual rear mirror az jöhet, hogy hátrafelé is tudjunk pillogni. Ezek szerint a quality alap 4K 60. Szerintem az Dynamic 4K és 60 lesz. Igen, igen, ezek szerint. Always display, objektív panel. Nem, objektív, legyél első. Milyen objektíváról beszélsz? Telemetria settings. Jó, épp pont így akartam beállítani. Asszisztációk. Uh-huh. Steering assist. Hát azért, na, tehát hülye vagyok, de nem annyira. Igen, accessibility option, ez nem az. Controls, vibration, force, vid- aha. Ezzel vagyunk, a wireless izével, és akkor itt duplicate, izé, generic settings. Na, mutassad ide. Adaptive triggers, medium, strong. De strongra, gyerekek. Adjad neki. Lemaradtál a kezdésről. Ennyi, ennyi. Azt tudom, hogy abban a módban, amiben nekem van, tuti megvan a 60 FPS, de a cinematic részeknél pályafelvezető, kis videók és flashback max 30. Ja, de gondolom, hogy az direktbe van úgy. Na mindegy. Mi is Actimi amúgy, hello, hello, szép estét mindenkinek, hello. Úgy, strong, mi volt a toggle? Overtake RS mód. Igen, az RS-t is nekem kell nyomni majd. Lesz gond, lesz gond. Kinyomom a tüdejét is, figyelj oda. Jó. Oké, okay, nagyon jó. Milyen beállítási opciók vannak még? Help. Adjál segítséget. Ne adjál segítséget. Igen. Az ilyen egyéb beállításokat azt gondolom majd a... Game options. Settings. Izé, autosave, on, kalender. Delete all. Nem, jó, így oké. Okay. Series 1 available now. Aha, már vegyek valamit, nagyon jó. Podium Pass. Na, add ide a Podium Pass. Azt mondja, Podium Pass, igen. Game Pass-e. Podium Pass, VIP Pass-e. Podium Pass-e. Nagyon jó. Nagyon jó. Mennyit? Aha. És mennyibe kerül? 9000 pöbetűbe kerül, és nekem van jelenleg nulla. Aha. Nagyon jó. Challenges. Item Shop. Mindent le, oda nézzél, micsoda, amúgy micsoda a festések vannak. Az igen, tévedtem, quality-ban van nekem is. Á, oké, köszik rá, hogy megnézted. Virágos haló, nagyon jó. Akkor vissza. Player Hub. Ott a levelemet hogy tudom megnyitni, azt valaki tudja? Ott fönt, ott a túloldalon, ott pityilog. Gondolom a Player Hubba. Ott van, mail. E-mailt kaptam. Hű, levelet kaptam, live. We updated the driver stat to match the real performance of the drivers. Nagyon jó. Igen. Rewards, igen. Claim, adjad ide. Customizációs itemet kaptam. Gyerekek. U betű. U betű. Loyalty. Olyan loyalty. Gyerek, festés, bilikék, minden van. Nagyon jó. Nagyon jó. Olyan loyalty van. Meg bolondulol. Jó. E-maileket elolvastam. Nagyon jó. Mikor versenyezzél már, jó? Légy szíves. Jó. Nyomjon már. Lehet egy ilyen csak sima versenyt nyomni valahol? Csak hogy így érezzük a törődést? New Career. Accessibility, F1 Life, ott a solo, solo, Grand Prix, create your own race, weekend, a series of events, nem legyen egy ilyen, vagy time trial, az se rossz. Set down, is a... Hello, do you have internet over there? Versenyzés is lesz ma, dehogy lesz, szia, mir van, hello, hello. Hát egy egész Grand Prix nem kell. Na de menjen valami. F2, a persze, F1, yes. Ki kéne választani egy pályát? A bolond vagy egyiket se ismerem. Spain, Mona...
Nem tudom, hova kell majd kerülnem, valahova ide gondolom. Vagy ide jövök oldalra. Nem, azt írja, hogy Monaco. Milyen vagy? Monaco mehet? Nincs az az Isten. Azerbajdzsán, Kanada, a hősök fala. Most Great Britainba, ott nyomják most. Menjünk ott egy kör, tehát persze. Insert track above. Advance. Menjünk tovább. Ki kell választani? Hát, amúgy nézzük meg az autókat. Van itt valami német izé, akármi? Hú, amúgy de jól meg vannak csinálva. Menj már. És a gyönyör. Hogy néz ki? Realistic performance. Car performance will be reflective of the team chosen. Equal performance. Wow! Ez itt pont fölöttem, ott látjátok, hogy lehet ilyeneket állítani. Ha, wow, tök menő. Jó, nézzük meg a többi autót is, amúgy ez is gyönyörű, a Lego is nagyon-nagyon jól néz ki, ami ebből megjelent, ugye, F1-es autó. Lego, ha még nem láttátok, nézzetek rá, rohadt jól néz ki az is. Igen, itt van az Alpine, ez is amúgy egy szép autó. Bár ez a rózsaszín egy picit így nekem így talán erős, de jól néz ki. Jó, Alfa Tauri. Igen. Á, gyerekek. Á, gyerekek. Micsoda? Hova álljak át? Átállok középre. Hát ülni szeretném. Nem tudom, mi a kérdés. Nem jó helyen van a webcam, majd meglátjuk. Legyen szavazás, hogy melyikkel menj. De most csak ki akarom próbálni első körbe, hogy mi van. Nyilván. Menjünk a ifjú fiúval. Na, assistok. Nézzük, hogy mit lehet kapcsolni. Steering assist off on. Ennyi? What? Race style casual. Ah, na azért standard. Azért akkor már mindjárt más. Na, várjatok, ígyunk valami. Jó. Azt mondja, braking assist. Low. Steering assist off. Traction control egyelőre izé, dynamic racing line full és 2D, gearbox automatic, pit assist. Jó, egyelőre asszisztáljon ezek nekem, asszisztáljanak. Iszol és vezetsz, igen, almafröccsöt iszok, így jó lesz. Rules and izé, audio settings az oké, okay. Szimulációs settings. AI difficulty, kezdjünk egy 35-tel, jó? Surface type realistic. Igen, car damage. Hát, igen. Legyen standard, jó? Damage rate. Low fuel mode, easy. Race, start, manuál. Manuálosan? Ez persze, manuál, elindítom a versenyt. Collision on. Jó. Igen, mi van még itt? Igen, az irányítás. Regular, pitch, igen. On, corner cutting, regular, igen. Clear, dry, realistic, aha, jó. Sprint weekend, jó, jó, back. Oké. Okay. Próba. Nekem most kezdődött egy hányingeres fejfájás, hála az égnek. Ó, jobbulást kívánom. Jobbulást. Na. Igen, start event. Nézzük, hogy mi van a Grand Prix. A rácse van. Itt voltam tavaly, vagy valahol lentebb ültem, nem? Tam, 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 tam. A warm welcome to all of you joining us at Silverstone today as the grid begins to form up for what we hope will be another phenomenal race. Jó kis időmérő volt ma itt, nem? Srácok, már egyelőre nem az a terv, hogy elindítunk mindenféle karriert, hanem egyelőre csak ismerkedek a játékkal, és lehet, hogy majd holnap, hogyha jut idő arra, akkor elkezdünk valamit, nem tudom én, első körben szerintem egy driver karriert, és akkor majd utána lehet, majd tudom én, saját csapatot csinálni. Meg kéne tanulni egyelőre irányítani majd az autókat. Milyen starting grid? Hát te hülye vagy, még időmérő se volt, ezt nem kapcsoltam be.
Egyből verseny, bele a közepébe. Hát a kör, a kap, itt haló, vár, állj, nem, ezt nem, ne, idő, be kellett volna állítani, vissza, vissza az egész, vissza az, most, hogy elindult a izé, a játék egyből kilépek. Nem, nem, tehát egy időmérőt azért csináljunk már, be kellett volna állítani, hogy full weekend legyen, nem? Hol kellett volna beállítani? Köszi, köszi a figyelmet, jó volt, kösz. Na, szóval, Grand Prix. Delete. Yes. Igen. F1 22. Great Britain. Igen. Igen. Ezzel az autóval, ezzel a legénnyel. Weekend Structure. Itt kell beállítani. Authentic Sprint and Race. Practice format, single session, qualifying format, one shot, short. Short is a single time session. Nem, megnézzünk egy qualifyingot. Meg egy single session izét, practice. Mondjuk, bár egyből lehet a quali is, de... így, így. Session length short. Ja, várjál, de az a... versenyt is állítja? 25%, azaz, azaz, úgy kell. Nem ám itt 5 kör alatt vége van a bulinak. Na most. Remélem megjegyezte a beállításainkat, a többit. Na jó. Oké. Okay. Aha, aha, na itt vagyunk. Session info, nem utassad ide. De most komolyan, komolyan fe... Na azért. Azt hittem, hogy elkezd esni. Igen. Back, yes. Azt mondja, hogy look around. Hú, de jó. Szia Bobby, hello, hello. Azt mondja, hogy go to track. Igen, de mit, hogy már a session info. Valahogy ott lehetett állítani. Aha, itt. The car settings screen on your multifunction display will allow you to change various settings as you drive. Open the display with the MFD button and you can then navigate up and down to the setting you want to change. Igen. De várjál, most ugye a izén vagyunk. Nem a qualifyon, hanem a... hanem ezen. Jó. Hát első körben nem tudom, médiumot csapantjunk rá, nem? Itt van el kettő médiumom. We'll give back the two most worn sets, so we may as well get the most out of them while we can. They won't be available for the rest of the weekend though, so don't run too hard on anything you might want to use later. Aha. Milyen jó, hogy elmondja, hogy mi van. Mindeközben, car setup. Preset 4. Állítólag az a jó a preset 4. Jaj, ebből mekkora nagy problémám lesz. Jó, nem, egyelőre legyen balanced. Jó, és akkor egy médium... Right. Nagyon jó. Lots of space, nagyon jó. Mehet. A test. Azt mondja, go to track X. Nem flying, drive out. Kimegyünk. Végig az egész animációt, mutassad. Mennyit dolgoztak a fiúk ezen. Vroom vroom. Szia Spider Cup, hello, hello. Okay, track's green right now, so oh, take wow. A few laps to get the tires up to temp and get yourself in the zone. Everyone ready? Okay, én olyan zónában vagyok, haver, nyugodjál meg. Állj, stop. Amúgy ezek, ezt is lehet a kamerát is állítani, ugye, hogy... Aha, de jól néz ki hátulról, nagyon szép vagy. TV-pod, persze. Jó, ez a TV-pod jó, de amúgy azt hiszem ezt is lehet állítani, hogy mennyit mutasson a kamera, meg ilyesmi, de azt lehet, hogy nem itt. Mindegy, egyelőre jó lesz így. Jó, még nem kaptam meg az irányítást. Az itt automatice. Röbben, hogy hülye vagy, nem egy bőtt tempó. Hú, az a force feedback, atya úristen, haló. Bolond vagy? Wow, oké. Okay. Kicsit meglepődtem azon, hogy mit csinál a kontroller. Móni! Hű, Móni!
Oké, okay, még nyugi. Tudjátok mi a jó, hogy még nem... Még a pályán vagyok. Még a pályán van a fia. A híres kanyar tavalyról. Hú, de nagyon más, mint tavaly volt ez a játék. Te jó szagú szent lócitrom. Az nagyon jó kávéfőző hangja van amúgy. Akarod már, de rohadt jól néz ki a játék. Ja, ennyi, nem kell itt. Wow, mikor rámész a kerékvetőre, az a... Amit csinál a kontrollel, az jó. Jó, jön a mért kör. Jön a mért kör. Annyira profi vagyok, hogy megbolondulsz. Jesus Christ. Igen, ez egyszer egy lassabb, meg aztán ez egy lassabb. Kigyorsítás botrány. Perez közben nyomja, mint süket a csengő. Hát igen, majd egyszer, hogy lesz pénz, akkor lesz kormány, és akkor megnézzük kormánnyal ezt a játékot, úgy biztosan ennyi. Az bent volt, az még a pályán főnök, ne foglalkozz vele. Jaj! Igen. Nyugi, még szokni kell, hogy mennyire reagál a joystickra. Koncentrálni kell, te jó ég, ezt elfelejtettem, hogy ez ennyire koncentrációsos. Hú, de rohadt jól megy ez az autó, atya úristen. Kanyar. Egy 38, az nem tudom mire jó, valószínűleg semmire. Utolsó helyre botorkálni, menjünk még egy kört. Alakul a molekula, szolgázos, nyilgáz, ez az. Milyen a heptik? Jó pofa. Fék is jó, hogyha működik. Na most ez azért nagyon rossz, hogy ezzel az autóval így autókázol amúgy alapvetően. Vagy egy nagyon érdekes szituáció lesz majd, hogy ha csinálunk mondjuk saját csapatot, na az az autó nem így fog viselkedni. Nyomom neki. Kicsit sokat fékeztem szerintem. Maradjál csöndbe, ugye Jeff ki lehet rúgva tavalyról. Várjál, az időt kerestem, hogy mennyit megyek. Jó, tök jót mentünk. Mennyit mentünk? 1:35. Jó az. Return to garage. Hú! De zavaró az ideális ív számomra, amikor játszok. Hát oké, de hogy nekem még azért... Tehát nyilván meg kell tanulni az ívet. Én nem annyira vágom az autót sem. Tehát hogy az egész játékot is azért még tanulni kell. Most játszunk először, úgyhogy... Kéne nekem ide egy, tényleg egy ilyen valaki, aki itt ezzel a izével, ami itt fúkálna.
miközben egy streamelsz, és így fújja. Mennyire menő lenne már. Azért picit beröcög a kép, mikor 3 kilóval mész. Beröcög. De ez lehet, hogy streamben van. Vagy nem volt frame drop, vagy ilyesmi. It's here where the time is won and lost, so getting the exit to Beckett's correct is vital. Dab the brakes before the left kink to settle the car and make sure to take plenty of curb. And then it's all about controlling the trail braking into the apex. Aha. Nagyon jó, hogy elmondtad, hogy mit. Apró kis spoiler, ha majd Mighty módot szeretnél, ahogy tavaly, akkor a játék felajánlja, hogy hogyan induljanak a csapat nulláról, vagy az előző két játékban a közepes szintről, vagy akár rögtön élcsapatként. Igen, azt tudom, ezt láttam Nessainál, hogy van ilyen opció. Gyerekek, 1.35-öt mentem, az amúgy nem olyan rossz, nem? Menjünk az idő meg kicsit előrébb. Mindjárt megnézem, hogy izével miért tudunk menni lágy keveréken. Na várjál csak. Nézzük meg. Azért vagyunk itt, hogy teszteljünk. Kevés lesz az AI. Azt mondod? Ja, mert hogy 35-re raktuk most első körbe az AI-t. Nehogy már túl jó vagy. Aj, ne mondd már. Na, aj, ezt csak úgy mondod. Hogy jön ide a Forza? Mi? Forza. Forza Ferrari. Pupiri puppi. Ez a lényeg. Na menjünk ki egyet a izével. Most kicseréltem? Ugye kicseréltem. Go to track. Jaj, fine lepet nyomtam, nem azt akartam. Shit. Semmi baj. Jézus, hülye vagy? De ezért nem ezt akarta. Persze kanyarba adni, de hát... Agya beteg. Az az érzés, amikor visszakapod az irányítást, és egyszer csak elkezdenek mozogni a haptic feedbackes motorok. Azt mondja, túl jó van. Mindjárt keresztbe állok, aztán nem leszek olyan jó. Na lássuk. Édes Istenem, mennyivel másabb. Dulva. Levágós, egy kicsit levágós. Itt elég csak elengedni egy 2 másodpercre a gázt. Alternatív ív használat. Újra rajzoljuk a pályát. Tetyám, tudd már, hol a helyed? Hát, mondjuk most az élen ő van, de... Elrontotta a saját csapattársam. Elrontotta a köridőmet. Rúgjuk ki. Mondjon föl, mondjon le. A képröcögés az meg az, hogy dobál az autó, mint a húzat. Van delfinezés. Pályán kell megoldani. Így is van. 2/10 benne maradt az egész buliba. Hú, de kell koncentrálni, bakker. Szia, gyáva nyúl, hello. Most muszáj voltam belefékezni egy hangja fitnit. Most jön a balos-jobbos gyorsban. Hát ezt megint elrontom.
15. 5. 0. 0, 5. Russell, én nagyon bírlak, de most takarodj. Nekem jön, hát adja beteg. Igen, azt amúgy észrevettem a főninél a streamek alatt, hogy idén az AI az valami elmebeteg módon nyomja. Na, még egy kör. Most, hogy a csírák eltűntek előlünk. Ezt a kanyart kéne jól bemenni, ezt. Hát kind of, igen, erre gondoltam. Már is más az időnk ott fönt, jobb felül. Repesz, mint a rossebb. A izét azt nekem kéne amúgy nyomkodni, elvileg automatics be van a izé. Eres, véreres. Na igen, ez itt volt a probléma, ezt úgy elrontottam, mint a húzat. Itt dobáltam el az időt a harmadik szektorban. Kár érte, kiváló innök volt pedig. Azért mondjuk visszahoztam egy kicsit rajta. Na jó, oké. Azt kéne megtalálni. Szia, Enci, hello, hello. Piros kocsit választottam, Enci, nyugodj meg. Piros kocsi jó, maradhat a stream? Én ahogy észrevettem, Fettel AI nagyon kemény. Na várjatok. Tényleg akkor az AI-on kéne húzni, mert ez a 30-et az... Lehet, hogy ennél rutinosabbak vagyunk. Milyen örömbottal a játék, a joystick? Jó amúgy. Szép színes izével nyomjuk. Jó, jó. Tök sokszor tök jó a haptic feedback. Na nézd meg, mindjárt leesik az eső. Szóval tök jó a haptic feedback, meg ott a Fettel, ha már szóba került. Egy tized, egy AI szín. Na lássuk, mi a helyzet. Most 2 másodpercre vannak tőlem. Aha. Jó, akkor... Akkor... Most itt nem tudom állítani, az a baj. Azt csak a időmérő előtt fogom tudni állítani, ugye? Na várjál, menjünk tovább időbe. Tudjuk le ezt a 7 percet. És akkor állítunk dolgokon. Ezt a energia visszaízét, ezt akarom megnézni, hogy ezt hogy lehet állítani, mert ezt lehet, hogy beállítjuk, hogy én nyomjam. Lehet, hogy ez a világ legnagyobb hülyesége, amit elkövethetek. De megnézzük. Jó, ez volt a praktice. Nagyon jó, kapom a XP-t. Igen, és akkor nézzük az időmérő, előtt tudok-e állítani a nehézségem. Vagy nem. Please wait. Én úgy várok. Azt mondja, hogy settings. Simulation settings. Vagy mi? 59. 59 az még médiumnak minősül. Mondjuk egy 55. Jó? Az jó. Az jó. 100. Persze, biszkut, jó van, na. Gyere ide, ez neked. Az egy már megyből. 80-asra, mint a főni. De srácok, tehát hogy egyrészt nem... Tehát hogy kontroller, most játszok először. Így az új játékkal, tehát hogy ne egyből az legyen már, hogy főthöz vágom magam, hogy mi van. Na, recovery mode, oké, surface is realistic command, car damage, jó, ezeket állítottuk, igen. Amit kéne állítani még, az az irányításnál, igen, hogy akkor én nekem kéne állítani, ja, de az assistnál. Bocsánat.
Hol is? Assist, yes. És akkor, hogy ezt mondjuk én elítsam, az energia low izét, ne? Nessa is akkor elított a 80, amikor először játszott a játékkal. Igen, de ő lenyomott egy évadot, vagy másfél évadot a játékkal az előzővel. Meg ő kormánnyal van. Na mindegy. Ja. Legyen az, hogy ezt én állítom, hogy mikor nyomja neki a energia izét, nem? Vagy legyen egy előre autón? Na mindegy, legyen autón, de ezt majd meg kéne nézni, mert ezt lehet, hogy jó lenne, ha én állítanám majd. Csak azt se tudom, hogy mivel kell ezt nyomni, melyik az, melyik billentyűn van. Bár gondolom, hogyha bekapcsolom, akkor mutatni fogja. Edit. Na várjál, ott azt mondja, hogy gear up, gear clutch. Persze, hülye vagy, gear down. Igen, accelerate, igen. Vibration and force feedback. A tele vagyok force feedbackkel, igen. Next camera, nem. Look back, igen. Replay. Pit limiter, igen. MFD, igen. Push to talk, és hol van a izé? RS, DRS, mit tudjam én, micsoda. MFD shortcut. Halló? Hol van ez? Jó, hát akkor mindegy. Akkor whatsoever. Akkor whatsoever. Mehet így. Nézzük meg, most felraktam, mennyire raktuk? 55-re, jó? Nézzük meg így, hogy 55-ön egy időmérőben mit tudunk pörgetni. Igen, engedjük el, hogy más mit hogy csinál, nekem az a saját beállításaimat, meg a saját önmagamhoz mérten kell megtalálni a kellő mértékben kihívást és a élvezeti faktor harmóniáját, hogy így mondjam. Na, itten vagyunk, session info. Na most, ami még egy kérdéses, hogy ugye most hármas pleszeten voltunk, több balanszon. Hát amúgy elfér lehet a négyes, hogy nekem még több tempó, nem kell annyi reszorító erő, nem? Nekem ezzel a rengeteg beállítással az a bajom, hogy mire bindolod, ennyi gomb kormányon nincs, hogy a diffi szintjét meg mindent tudja állítani. Szia Panka amúgy, de akkor van benne elég alacsony nehézségi szint is, ugye? Van, persze. Overtake gomb az L1. Köszi Martin. Jó, nézzük meg preset izével, és ott négy darab gumedli-bumedli van, amivel tudunk driftelni odakint. Okay, the circuit's clear at the moment. We're good. Jó, és hogyha most kimegyek, akkor ugye per fermé vagy mi az Isten van, tehát hogy nem tudunk állítani. Let's go! Park fermé, egész pontosan. Jó, lehet. Lehet, hogy most nem lesz annyi, vagy hát nem lesz annyi leszorító erő, de drive out. Martin segít Martinnak, ennyi. Gondolkozom kipróbáláson, csak kicsit tartok tőle, hogy két kört kapok az AI-t, de hogy is? Hát nyilván meg kell tanulni egy kicsit, hogy tudod a kontrollerrel irányítani az autót, de nagyon szépen lehet a nagyon casual-től egészen a ARC vagy a szimulátorig nehezíteni a játékot. Ez még felvezető kör, nem kell szétpergetni hanem magunkat. Tudjuk, hogy mi a szitu. Jelenleg hogy vagyok kile... Jaj, mi? Azért fékezzünk bele, nem a fűre kéne kimenni, ezt akartam megnézni, így. Így, igen, tehát hűvi még a kerék. Kicsit így meg kell cibálni állítólag, akkor jó lesz.
Ennyi 70 fokos, azt hiszem a melegítő párna. Most a jó. Hú, gyerek. Megállj, gyerek, ebből lesz gond. Jó, most direkt össze-vissza megyek, kappa. Próbálom finoman nyomni a joysticknak a dolgot. Kis fű, nem fű. Bob Marley mondta. Na és akkor indul a buli. Csatoljátok be a biztonsági övet, vagy még nem, de már indult a buli. Igen, jó, jó, jó. Innentől mehet a nyílgáz. Nem is elvileg. Most jön egy kicsit huncutabb kanyar kombináció. Jó, 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 szép, 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 tartod, 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 nyomod. Brüm, brüm, nagyon szép. Csodás hangja van amúgy az autónak. Hát valahogy így talán. És most jön a bal-jobb kombó. Bal, elenged, jobb, visszagáz, izé. Hát, sok volt az a fék. Fuck. Nem baj, semmi baj, semmi baj. Nyomod. Már rég, rég lehetett volna adagolni finoman a gázt. Egy 1.34-et hozunk, na mehet még egy kör, még belefér. Már nem, nincsen energia izén. Ugye elhasználta a játék. Jó, menjünk vissza. Nézzük, hogy ez mire elég. 1.34-jel. Kész jó volt amúgy, nem? Tehát, hogy olyan volt, mint ami. Körbe mentünk. Maradjunk, hogy körbe mentem, tehát hogy az már valami. Az... Our best lap so far is a 1.34.4. Verstappen! Aha, hatodik vagyok jelenleg ezzel az idővel. Egy másodpercet kaptam durván, ugye a Verstappen fiútól. Oké. Okay. Oké. Okay. Ez már lényegesen érezhetően nehezebb a buli, mint az előbb volt. Jó. Recommended, aha, menjünk, 10% ver, jó az még, add ide, egész jó volt, nem, ja nem, na jó, menjünk, mehet flying lap, menjen, gyerünk, gyerünk baby, gyerünk, gyerünk, megy ez ennél jobban is. Bolond vagy az AI is eldobja, akkor én hogy csináljam meg? Gyere, baby. Gyere rám, jó kör. Ó, elrotottam, elengedtem a... Át akartam helyezni az ujjam a joystickon. Fucking hell. Na, ilyeneket nem szabad csinálni. Hát ezért így kár, ez már egy rögtön kuka.
így is körbe lehet menni, amúgy. Jó, legalább itt a hátsó részt kéne gyakorolni. Na hát valami ilyesminek kéne lennie. Hogy mennyit hoztam még így is? Haló? Egy kis corner cutting, persze. Elnézést, maga ön? Nem vagyok magam. Nem vagyok magamnál. Nem lehet vele bírni. Hát nitrót tettek a benzin mellé. Hülye vagy? Az sok volt most ott, az a fék. Jó ez a pálya amúgy, ez, szeressük ezt a pályát. Júj, de elrontottam, jó. Jaj, fucking hell, itt dobtam el a végét. Shit. Jó, semmi baj. Semmi baj, go to garage. Te vagy ön? Megbrokkosodott. Az ott egy jó kör volt, még annak ellenére, hogy a legelejét el. A második szektortól kezdve jól nyomtam. Egy tized a különbség? Oh well, szerintem most kell nagyon gyorsan azt csinálni, hogy... Haló? Videójáték? Az új gumi, nagyon jó, és még egy kört, egy mindent eldöntő, flying lap, annyi még belefér, pont. Az energia mi? Fel kell tölteni a kocsit? Energia visszatöltő rendszer van az autóba. Szerintem nem értem körbe a flying lap-be. Ne szálljon, lesz-e? Elfej közben Sami kérdezi, bocsánat, erről lemaradtam. Nem lesz valószínűleg. Már csak azért is, mert ő Xboxon játszik, én meg PS-en. De megvan a pole. Lehet tudni, mikor vette át Nessai az irányítást Martintól? Most, de hát nem is mentem a falba. Na! Nyugi! Nem klippeled és küldöd el neki, haló? Ja Istenem, de hülyék vagytok, fúj! Igen. A 4%-os az teljesen jó, ne használjunk újat. Ez most mi vagyunk most? Time remaining. De miről marad még time remaining? Nem qualifying 2? Ja, hogy aha. Még egyszer kell valami jót mennem. Hogy szám meg. Na jó, mehet. A Q1-et nyertem az előbb. Az gond. Akkor még kell alakítani.
sok, az sok volt. És így későn tudok itt így gyorsítani. Nem érzem olyan acélosnak eddig. Csak finoman merángassuk a joystickot, ez precíziós műszerként kell kezelni. Ezt nem szabad olyan a félkezni, hát az ott a balos kanyar után nyélgáznak kéne lennie. Jó, most bejövünk. Megnézzük, hogy mi a helyzet. A Twitch azt írta, hogy valami félrement, és nem tudok klippelni. Ó, nem tudom, hogy mi lehet. Session info. Na, lássuk. Egyelőre jók vagyunk. De Lulu van mögöttünk most, igen. Maxi fiú? Hol van Maxi fiú? Gyereke? A tizedik helyen... Jó, nem szóltam semmit. Hát ott volt a sumi fiú. Okay, track's quiet right now. Let's get out there while it's clear.